Szép napot kívánok mindenkinek! Ebben a videóban egyszerű feladatokat szeretnék megmutatni a gráfelmélet fogalmainak a bemutatására. Ezeket a feladatokat az emelt, illetve a középszintű érettségi feladatsorokból válogattam, nyilván a teljesség igénye nélkül, de szeretnék azért egy átfogó képet mutatni, hogy közép, illetve emelt szinten mik azok a feladattípusok, amik az érettségizőkre várnak a gráfelméletből. Az első részben középszintű feladatok vannak, ebben vegyesen vannak első és második részes feladatok is, próbáltam arra törekedni, hogy minden feladattípus, illetve minden olyan problémás dolog előkerüljön, amivel esetleg megpróbálják úgymond becsapni a diákokat. Az első feladat így hangzik, egy gráfban négy csúcs van, az egyes csúcsokból 3, 2, 2, 1 él indul, hány éle van a gráfnak. Először is a gráfelméleti videóban már kiemeltem, hogy amennyiben a feladatban nem szerepel az egyszerű szó, így, ha szerepelne, akkor másképpen kellene megoldani, mint ha nem szerepel. Nézzük alapvetően, ha a négy csúcsú gráfot tekintjük, és valaki szeretné megrajzolni ezt a gráfot úgy, hogy az egyik csúcsnak 3 legyen a fokszáma, 2-nek 2, 1-nek pedig 1, akkor legegyszerűbb esetben ez jut eszébe, hiszen 3, 2, 2, 1, készen is vagyunk. De mivel nem szerepel az, hogy egyszerű ebben a feladatban, ezért például egy ilyen megoldás is elképzelhető, hogy ebből 3 indul ki, ebből 1, ebből 2, itt pedig van egy hurokél, és ebből ennek is 2 a fokszáma. Tehát figyeljünk oda arra, hogy amennyiben a feladat nem mondja, hogy a gráf egyszerű, akkor nem feltétlenül egyszerű gráfra kell gondolnunk. Ez nyilván nem jelenti azt, hogy nem gondolhatunk egyszerűre, de majd látni fogjuk, hogy nem minden oldható meg egyszerű gráfok segítségével. Egy sakkverseny döntőjébe 5 versenyző jutott be, közülük egy versenyző mindegyik társát ismeri, a többiek pedig egyenként 2-2 szemét ismernek. Döntő résztvevő közül szemlétes rajza a gráf alkalmazásával az ismerettségeket, ha az ismerettségek kölcsönösek. Miért fontos ez a kitétel, hogy az ismerettségek kölcsönösek? Ha nem lennének az ismerettségek kölcsönösek, akkor az azt jelenteni, hogy két személynél különböző lenne, hogyha A ismeri B-t, és hogyha B ismeri A-t, magyarul egy kölcsönös ismerettséget párhuzamos éllel tudnánk szemléltetni. Így viszont, hogyha az ismerettségek kölcsönösek, nem kell párhuzamos élet használnunk, itt egy 5 csúcspontú gráf, egy versenyző mindegyik másikat ismeri, a többieknek pedig 2-2 ismerőse van, és akkor nézzük, ugye ő ismer mindenkit, neki 2-2-2-2 ismerőse van. Egy álláshirdetése 4-en jelentkeznek, Aladár Béla, Cecil, Dénes, adott időben megjelennek a vállalatnál, akkor kiderül, hogy közülük 3-an Aladár Béla és Cecil osztálytársak voltak, Dénes csak Aladárt ismeri, ők régebben egy kosárcsapatban játszottak, szemléltessük gráffal az ismerettségeket. Itt a 4 ember, ugye ne felejtsük el megbetűzni őket, hiszen eddig nem számított, hogy kikit ismer, most viszont igen, éppen ezért nem elég csak egy olyan gráfot rajzolni, amiben van egy kör 3 csúcs között, illetve egy olyan él még pluszba, ami a negyedik csúcsot összeköti a gráf valamelyik csúcsával, hiszen fontos az, hogy Aladár Béla és Cecil osztálytársak voltak, tehát nem mindegy, hogy melyik 3 csúcsot kötjük össze, és Dénes csak Aladárt ismeri, hiszen Aladárt ismeri, hiszen ők egy kosárcsapatban játszottak. Tehát ebben az volt a pláne, ebben a feladatban, hogy a csúcsokat néha meg kell betűzni ahhoz, hogy egyértelmű legyen a feladatnak a megoldása. Városi Középiskolás Egyéni Teniszbajnokság egyik csoportjába 6-an kerülnek, András, Béla, Csaba, Dani, Ede, Feri. Versenykírás szerint bármelyik két fiúnak pontosan egyszer kell játszani egymással. Eddig András már játszott Bélával, Danival és Ferivel, Béla játszott Edével, Csaba csak Edével játszott, Dani pedig Andráson kívül csak Ferivel, Ede és Feri egyaránt 2-2 mérkőzésen van túl. 6-an vannak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, és akkor nem véletlenül pont a fiúknak a neve Aladár, Béla, Csaba, Dani, Ede és Feri, hiszen ABC első 6 betűje. Na nézzük, akkor azt mondja, hogy András játszott Bélával, Danival, Ferivel. Bélával, Danival, Ferivel. Béla játszott Edével.
Csaba edével játszott, csak, tehát neki más mérkőzése nincsen. Dani pedig Andráson kívül csak Ferivel. Ede és Feri egyaránt két mérkőzésen van túl. Ugye ebben az esetben akkor megvan az, hogy András Bélával, Danival, Ferivel játszott, Béla Edével játszott, Csaba csak Edével játszott, neki egy a fokszáma, Dani pedig Andráson kívül Ferivel, és Ede és Feri egyaránt két mérkőzésen van túl. Megvan az A feladatrész, szemre tettük gráffal. B. Hány mérkőzés van még hátra? Ugye ebben az esetben a lejátszható összes mérkőzések ebben a gráfban egy teljes gráfot fognak adni, vagy mégpedig egy 6 csúcspontú teljes gráfot. A 6 csúcspontú teljes gráfnak 6x6 minusz 1 per 2, azaz 15 éle van. Jelen esetben az egyes csúcsok fokszám ugye A-nak 3, B-nek 2, C-nek 1, D-nek 2, N-nek 2 és F-nek 2. Az eddig lejátszott mérkőzések az élek számát jelenti. Eddigi mérkőzések ugye 3, meg 2, meg 1, meg 2, meg 2, meg 2 per 2. Ja, jó számom, ez 12 per 2, azaz 6. Ez azt jelenti, hogy 15 mérkőzés van összesen, ebből 6-ot játszottak le, tehát 15 minusz 6, 9 mérkőzés van még. Ami ilyenkor probléma szokott lenni, hogy a diákok elkezdik behúzgálni az éleket, és véletlenül kihagynak egyet, kettőt, vagy egyet többször húznak, nem veszik észre, éppen ezért nem célszerű az érettségén sem ezt a módszert alkalmazni, hanem célszerűbb az élek számát is a fokszámok összegéből megmondani, illetve lehetne szint használni, hogy behúzzuk, de mivel a 6 csúcspontú teljes gráfot azt nem szoktuk általában lerajzolni, ezért nem is biztos, hogy a diákok tisztában vannak azzal, hogy minek is kellene kijönni, tehát sokkal egyszerűbb, illetve biztonságosabb, hogyha a teljes gráf éleinek a számát, illetve a fokszámból mondjuk meg az eddig élek számát. Rajzoljon egy olyan négypontú egyszerű gráfot, amelyben a pontok fokszáma rendre 3, 2, 2, 1. Itt ugye szerepel az egyszerű, magyarul ez azt jelenti, hogy négy csúcspontú gráf, ugye van egy 3 fokú csúcs, van 2 darab 2 fokú csúcs, és van egy darab egyfokú csúcs. De az a lényeg, hogy ebben az esetben nem használhatunk se párhuzamos, se hurokélet a felrajzoláshoz. Egy iskolai asztali tenisz bajnokságán 6 tanuló vesz részt, mindenki mindenkivel egy mérkőzést játszik. Andi egy mérkőzést játszott, Barnabás és Csaba 2-2, Dani 3-at, Enikő Feri 4-4-et. Rajzoljuk le az eddigi mérkőzéseket. Ugye 6-an vannak. A, B, C, D, E és F már megint. Milyen meglepő. Azt mondja, induljunk ki, általában amikor gráfot rajzolunk, mindig a legnagyobb fokú csúcsból szoktunk kiindulni. Jelen esetben ez Enikő és Feri. Ugye azt mondja a feladat, hogy Enikő és Feri 4-4 mérkőzésen van túl. Ugye alapvetően nem tudjuk, a feladat nem mondja, hogy Enikő és Feri játszott-e egymással. Ugye ezt nem lehetünk benne biztosak, de olyan szempontból igen, hogyha Enikő és Feri nem játszott volna egymással, akkor Feri, mivel nem játszott Enikővel, ezért rajta kívül kellett, hogy játszon Andival, Barnabással, Csabival, meg Danival is. Ugyanígy, hogyha Enikő nem játszott Ferivel, akkor neki is játszani kellett A-val, B-vel, C-vel, D-vel. Magyarul A-nak nem lenne egy a fokszáma. Éppen ezért ez azt jelenti, hogy Enikő és Feri, azt hiszem Enikő és Feri, ők játszottak egymással, és legfeljebb az egyikük játszhatott Andival. Ugye az egyiküknek egy, kettő, ugye így megvan a négy, a másiknak meg, ugye ő nem játszhatott Andival, nyilván velük kellett játszani, és azt mondja, hogy Barnabás és Csaba 2-2, Dani 3-at játszott, akkor ez megint csak nem lesz így jó, hiszen ebben az esetben hogy akkor az a baj, hogy Dani-nak nem lesz meg a hármas fokszám, ilyenkor nem kell kétségbe esni egyébként, hiszen ez azt jelenti, hogy ide fogjuk behúzni akkor Ferit,
Ilyenkor szoktam azt javasolni, hogy ceruzával rajzoljuk meg ezt az ábrát, bár az érettségi nagyon veszélyes a ceruzát használni, de rajzoljuk meg ceruzával. Akkor Enikő mindenkivel. Négy. Megvan a négy, megvan a négy. És ugye azt mondja, hogy Andrea, Andi egyen játszott, neki rendben van. Feri és Enikő négyel, négyel, nekik is rendben van. Béla, Barnabás, bocsánat, kettővel, neki is rendben van, és ugye még az hiányzik, hogy Csabinak kettő legyen, Daninak meg három, ez azt jelenti, hogy mind a kettőt, vagyis hát a Csabit meg a Danit összekötjük, és akkor neki megvan a három, neki megvan a kettő, és akkor készen vagyunk ezzel a gráffal. B. Lehetséges-e, hogy Andi az eddig lejátszott egyetlen mérkőzését Barnabással játszotta? Ha igen a válasz, akkor rajzoljuk meg, ha nem, akkor pedig részletesen indokoljuk. Mi a helyzet ezzel? Ugye alapvetően semmiképpen nem javaslom azt, hogy elkezdjünk gráfokat rajzolni, és abból vonjunk le messze menő következtetést, hogy ezt a gráfot sikerült-e megrajzolni, vagy nem, hiszen az, hogy mi nem tudjuk megrajzolni, az még nem jelenti azt, hogy ez a gráf nem is létezik. Itt inkább valami elvi megfontolást kellene néznünk. Ugye nézzük azt, hogy ha azt mondjuk, hogy Andi Barnabással játszott. Ugye Barnabásnak két mérkőzése van, ugye Andi játszott Barnabással, lerajzolom megint a gráfot. Ugye A, B, C, D, E és F. És akkor Andi játszott Barnabással. Ugye Feri, ő négy emberre játszott, de ugye Andival nem játszhat, hiszen Andinak már megvan az egy fokszámú, vagy az egy fokszám, ő rendben van. Ez azt jelenti, hogy Ferinek játszania kellett Barnabással, Csabával, Dénessel, Danival és Enikővel is. Mivel Enikőnek is négy a fokszáma, ez azt jelenti, hogy neki is játszani kellett, ugye Andival ő se tudott játszani, Ferivel meg már játszott, tehát játszania kell Barnabással, Csavával és Danival. Ez még önmagában nem is lenne baj, a probléma az, hogyha Feri és Enikő sem játszhat Andival, akkor ez azt jelenti, hogy Barnabásnak a fokszáma az sajnos nem lesz megfelelő, hiszen Barnabás és Csaba 2-2 mérkőzést játszott, így viszont hármat kell neki játszani. Na most a feladat megoldói, vagy megoldási útmutatójában, illetve a feladat, tehát hogyan kellene ezt leírni? Nyilván szép kerek magyar mondatokkal, és tegyük fel, hogy Andi játszott Barnabással, ha játszott vele, akkor Feri és Enikő nem játszhat vele, Ferinek is kell B-vel, C-vel, D-vel és E-vel játszani, E-nek is kell F-vel, B-vel, C-vel és D-vel játszani, így viszont B-nek nem kettő lesz a fokszáma, hanem három, tehát ez nem lehetséges. Rajzoljunk olyan 5 csúcspontú gráfot, amelyben a csúcsok fokszámának az összege 12. Ugye a fokszámok összege 12, erről tanultunk egy tételt, ha a fokszámok összege 12, akkor 6 éle van ennek a gráfnak, tehát egész egyszerűen csak annyit kell csinálni, rajzolunk 1, 2, 3, 4, 5, 6, tessék, íme, 5 csúcspontú gráf, a fokszámok összege 12. Ráadásul, ugye nem mondja a feladat azt, hogy ez egy egyszerű gráf legyen, éppen ezért rajzolhatunk olyan gráfot is, ami nem egyszerű, 1, 2, 3, 4, 5, 6, és tessék itt egy 6 csúcspont, vagy 5 csúcspontú gráf, amiben 6 él van, a fokszámok összege 12, ezt nyilván lehet ellenőrizni is, hiszen ennek 3, 3, 2, 2, 2, 12, itt meg 2, 4, 3, 1, 2, ez ugye 6, 8, 9, ez is 12, tehát bármelyik jó a két megoldás közül. Hány éle van egy 8 csúcspontú teljes gráfnak? Ugye erre tanultunk egy összefüggést, ez az összefüggés az, hogy n szer n minusz 1 per 2, jelen esetben ugye ez 8 szor 8 minusz 1 per 2, azaz 8 szor 7, 56 per 2, 28, tehát egy 8 csúcspontú teljes gráfnak 28 éle van. Határozom meg az alábbi állítás logikai értékét, igaz vagy hamis, nyilván itt nem egy állítás volt, de csak ez vonatkozott a gráf elméletre, és ez egy nagyon izgalmas állítás, aminek nagyon sokan beugrottak. Van olyan 5 pontú gráf, amelyben a fokszámok 0, 1, 2, 4, 2. Nincs itt, hogy egyszerű. Ha ebben a feladatban szerepelne az, hogy egyszerű, akkor azt mondanánk, hogy nem, hiszen ha a gráf egyszerű, és van benne négy fokszámú csúcs,
akkor ez a csúcs minden másikkal össze van kötve, és így nem lehetne nulla fokszámú csúcs. De a feladatban nem szerepel az a kitétel, vagy az a szó, hogy egyszerű gráfot keresünk, magyarul csak annyi a feltétel, hogy legyen 5 csúcsa, és rajzoljuk meg ezt a gráfot. Ezt a gráfot egyébként nem lehet akkor sem megrajzolni, hogyha nem egyszerű, hiszen volt még egy tétel, ami azt mondta, hogy bármely gráfban a páratlan fokszámú csúcsok száma páros, és itt ez az egy darab páratlan fokszámú csúcson. Ezért nem lehet. De például, ha ez a feladat így szólt volna, hogy 0, 1, 2, 4, 3, és nem szerepelne benne, hogy egyszerű, akkor ez a gráf már megrajzolható lenne, függetlenül attól, hogy van benne egy nullás és egy négyes. Jó? Hiszen nem kell, hogy egyszerű legyen, használhatok párhuzamos és hurokéleket is, itt csak és kizárólag az az egyetlen szűkítő feltétel, hogy a páratlan fokszámú csúcsok darabszámának párosnak kell lenni, az pedig jelen esetben igaz. Szintén még a középszintű érettségében volt ez a feladat. Az ábrán egy kis múzeum alaprajzát látjuk, a múzeum termei közötti kapcsolatot fagráffal is szemléltethetjük. A gráf, fagráffal. A gráf pontjai a termek, élei pedig az átjárók a termek között. Egy él, egy átjárót szemléltet két terem között. Rajzolja fel a múzeum termét és átjárót szemléltető gráfot. Van 2, 4, 6 darab terem. És ugye azt mondja a feladat, nyilván ezeket meg fogjuk betűzni. És azt mondja a feladat, hogy akkor kötök össze éllel két betűt, a gráf két csúcsát, ha köztük van átjáró. Ugye A és B közt van, A és C között van, C össze van kötve D-vel, D össze van kötve C-vel, E-vel és F-vel, így. E össze van kötve B-vel, igaz? F-vel, illetve D-vel, de az már megvolt, és az F össze van kötve E-vel és D-vel. Nézzük, ugye A-nál 2-nek kell lenni, B-nél 2-nek kell lenni, C-nél 2-nek kell lenni, D-nél 3-nak kell lenni, E-nél 3-nak kell lenni, és F-nél 2-nek kell lenni a fokszámnak. Bár nem így csináltam, de azért a terv az ez volt, hogy szépen az ABC betűi szerint megyünk sorba, csak aztán a C-nél ott eltérültem egy kicsit. Tehát úgy célszerű lenne, hogy először az A-nál megnézem, hogy az A terem mivel van kapcsolatban, és ezeket az összeset behúzom, tehát A-t összekötöm a B-vel, C-vel, aztán megyek a B-hez, B-t összekötöm A-val, E-vel, aztán megyek C-hez, és így tovább, és akkor szépen ki fog jönni ez a gráf. Na, innentől kezdve ezek a feladatok már emelt szintű érettségében szerepeltek, de ezek közül nem egy, egyébként középszintű érettségén is nyugodtan lehetne feladat. Döntse el, hogy az alábbi négy állítás közül melyik igaz és melyik hamis, válaszát írja a táblázatba. Egy 6 pontot tartalmazó teljes gráfnak 15 éle van. 6 pontot tartalmazó teljes gráfnak 6 × 6 − 1/2, azaz 15 éle van. Ez tehát igaz. Ha egy teljes gráfnak páros számú éle van, akkor a pontok száma is páros. Hát ez egy vicces dolog. Ugye páros számú éle van, akkor a pontok száma is páros. Tekintsük a mondjuk a 8 csúcspontú teljes gráfot. Rosszul fogalmaztam, vagyis rosszat akarok mondani. A 9 csúcspontú teljes gráfot. Ugye 9×8 az 72, osztva 2 az 36. Ha egy teljes gráfnak páros számú éle van, ugye ennek páros számú éle van, akkor a pontok száma is páros, viszont a pontok száma az nem páros. Ezért ez az állítás hamis. Ha egy 51 pontú gráfban nincs kör, akkor legfeljebb 50 éle lehet. Ez azért igaz, mert az a gráf, ami összefüggő és nem tartalmaz kört, ez a fa gráf, és ugye az 51 csúcsú fában 50 él lehet, magyarul, ha nincsen benne kör, akkor legfeljebb 50 éle lehet, hiszen ha összefüggő, akkor 50 éle van, mert fa, ha nem összefüggő, akkor ennél nyilván lehet kevesebb is, akkor nem egy fából áll ez a gráf, hanem esetleg több fából, de minden része fa, és
ezért legfeljebb 50 éve lehet. Nincs olyan 6 pontú gráf, amelyben a fokszámok összege 11, ugye itt meg arra kell figyelni, hogy a fokszámok összege az az élek számának kétszerese, magyarul a fokszámok összege páratlan szám semmiképpen nem lehet, azaz nincs olyan 6 pontú gráf, tényleg nincs, azaz ez igaz. Nézzük a következőt. Pécsre közlekedő vonat első osztályú fülkében 6-an utaznak egy tudományos konferenciára, a vonat indulása után kiderül, hogy a 6 ember között van 2, aki mindenkit ismer, a többiek pontosan 4-4 utitársukat ismerik, az ismerettségek kölcsönösek. Szemléltessük gráffal. Ugye 6 csúcspontú gráf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de itt ugye nincsenek nevek, tehát nem fogjuk megbetűzni őket. Azt mondja, 6 ember között van 2, aki mindenkit ismer, például ő ismer mindenkit, meg ő ismer mindenkit, és azt mondja, hogy a többieknek pontosan 4-4 utitárs ismerettsége van. Ugye, ha ezt a kettőt összekötjük, akkor már van 3-3, ha ezt a kettőt összekötjük, itt is van 3-3, ha még ide behúzunk egyet, akkor ennek a kettőnek megvan a 4-4, és hogyha ezt a kettőt is összekötjük, akkor ennek is megvan, és akkor nézzük, ugye, nekik van 5-5, ők mindenkit ismernek, a többieknek pontosan 4-4, ugye ennek megvan a 4, ennek is megvan a 4, ennek is megvan a 4, és ennek is megvan a 4. Az ismerősök a fülkébe lépve kézfogással köszöntötték egymást. Hány kézfogás történt? Ugye ahány ismerettség van, annyi kézfogás történt. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az élek száma a kérdés. Azaz, hogy a fogszámok összegének a fele az élek száma, tehát nem kezdem el lehúzogatni, meg bejelölgetni, meg megszámolgatni, mert el fogjuk rontani, hanem adjuk össze, ez ugye 4x4, 16, 26 per 2, az 13, tehát 13 készfogás történt. Nézzük a következőt. Kati megrajzolt egy olyan egyszerű teljes gráfot, amelynek 253 éle van, és csúcsai között szerepelt a trapéz ABCD csúcsa is, hogy az előző feladat részben volt egy trapézról szó. Hány új gráf csúcsot kellett ehhez felvennie? Legfeljebb hány ilyet törölhető ki ennek a teljes gráfnak, hogy még összefüggő maradjon. Ugye van egy teljes gráfom, amiben 253 él van. Ugye a teljes gráf éleinek a száma az n-szer n-1 per 2, és ez 253. Ez egy másodfokú egyet, ugye megszorozzuk. Kettővel felbontjuk az árójelet, egyenlő 506. Azaz n-négyzet minusz n-506 egyenlő 0. Ezt a másodfokú egyenletet megoldjuk. 1, mínusz 1, mínusz 506. Ez azt jelenti, hogy ennek az egyik megoldása a 23, a másik pedig a mínusz 22. Nyilván ez nem megoldás, hiszen egy gráf csúcsainak a száma nem lehet negatív. Ez azt jelenti, hogy összesen 23 csúcs kell ahhoz, hogy egy ilyen gráfban 253 élet tudjunk húzni. De mivel azt mondja a feladat, hogy az A, B, C, D csúcsok szerepelnek benne, és hány új gráf csúcsot kell nekünk felvenni, ez azt jelenti, hogy 23-ból 4, azaz 19 új csúcs kell. Legfeljebb hány éle törölhető ki ennek a teljes gráfnak, hogy még összefüggő maradjon. Ugye a minimális élszámú összefüggő gráf az a fa, egy 23 csúcsú fának, tehát akkor a B-hez meg azt mondjuk, vagy a második kérdéshez, hogy a minimális élszámú összefüggő gráf az a fa, és ugye a 23 csúcsú fának 22 éle van, és mivel ugye 253 az összes élek száma, de 22-vel még megoldható, hogy összefüggő legyen. Ez azt jelenti, hogy 253 minusz 22, azaz 231 él törölhető ki. Nézzük a következőt. Tekintsük azt a 10 csúcsú gráfot, amelyet a megadott tábla szemléltet. Erről a gráfról fogalmaztunk meg két állítást, állapítsuk meg mindkét állítást, hogy igaz vagy hamis. Adjon rövid magyarázatot, ennek a gráfnak 20 éle van. Hát ugye az élek számát nem kezdjük el számolni,
Fogszámok. A-nak 4, B-nek 4, C-nek 4, D-nek 4, E-nek 4, T-nek 4, P-nek 4, Q-nak 4, R-nek 4, S-nek 4. Ugye ez összesen 10 csúcs, mindegyiknek 4 a fogszáma, azaz 10x4 per 2, azaz 20 él van. Tehát az első állítás igaz. Ebben a gráfban van olyan részgráf, amely 8 élő kör. Hát nézzük, keresünk egy 8 élő kört. Induljunk ki az A-ból. Ugye a 8 élő kör az azt jelenti, hogy el kell jutnom vissza az A-ba élek mentén úgy, hogy mivel 8 élő, ezért 8 élem kell átmenjek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A második állítás is igaz, és azt mondom rá, hogy az A, B, T, P, Q, E, R, S, A, 8 élő kör. És akkor ezzel indokoltam is az állítást. Na és az egyik kedvenc feladatom, amit egyébként simán a középszintű érettségén is feladhatónak tartok, tekintsük a következő egyszerű gráfokra vonatkozó állítást. Ha egy gráf minden pontjának fogszáma 2, akkor a gráf biztosan összefüggő. Döntsük el, hogy igaz vagy hamis az állítás, válaszunkat indokoljuk. Rajzoljunk egy gráfot, mégpedig egy olyan gráfot, aminek legyen 6 csúcspontja, és rajzoljuk meg őket, vagy rajzoljunk be úgy éleket, hogy minden csúcs fogszáma 2 legyen. Ugye nagyon fontos, hogy a feladat kikötötte, hogy egyszerű gráfokra vonatkozik ez az állítás, tehát nem rajzolhatunk hurok élet, meg párhuzamos élet. Ugye ebben a gráfban minden csúcs fogszáma 2 mégsem összefüggő, tehát ez azt jelenti, hogy az állításunk az hamis. És az indoklás ott van, rajzoltunk egy megfelelő gráfot. Fogalmazzuk meg az állítás megfordítását. Ha egy gráf összefüggő, amúgy egyszerű gráf, akkor inkább írjuk úgy, ha egy egyszerű gráf összefüggő, akkor minden pont, D betű kimaradt, fogszáma legalább 2. Hát erre is azt kéne csinálnunk, hogy rajzolunk egy összefüggő gráfot, például ezt. Ez egy összefüggő gráf, egyszerű is, és hát sajnos van benne egy fokú csúcs, tehát ez az állítás, illetve hát a megfordítás is hamis. Csak nem tudom, miért pirossal írtam, de ugye feketével is. Tekintsük a következő halmazokat. A P az összefüggő, Q az egyszerű, R a kört tartalmazó gráfok. Helyezzük el az alábbi gráfok ábrájának sorszámát a fenti halmazábrában a megfelelő helyre. Ugye az egyes ábrában egy olyan gráfot látunk, ami nem összefüggő, tehát az S, ugye, hiszen a B-ből a C-be nem fogok tudni eljutni élek mentén, viszont egyszerű és tartalmaz kört, ugye egyszerű azért, mert nincs benne se párhuzamos ér, se hurokél, kört viszont tartalmaz, hiszen például az AFC az ugye egy kör. Éppen ezért ez egy olyan gráf lesz, ami nincs benne a P-ben, de benne van a Q-ban és az R-ben, tehát ide teszem az egyes számot. A kettes az egy összefüggő gráf, hiszen bármelyik csúcsból, bármelyik csúcsba élek mentén el fogok tudni jutni. Egyszerű is, nincs benne párhuzamos élés hurokél, és kört is tartalmaz, mégpedig B, D, A, F, E, B, ez egy kör. Ugye, kiindulok a B-ből, és ugyanoda vissza tudok térni élek mentén. Éppen ezért ez mind a három feltételt teljesíti, tehát itt lesz a kettes. A hármas az nem összefüggő, hiszen az E-ből a D-be például nem fogok tudni átjutni. Egyszerű, mert nem tartalmaz se párhuzamos, se hurokélet, viszont kört sem tartalmaz, hiszen nem tudok egy olyan
élsorozatot csinálni, ami ugyanoda tér vissza, mint ahonnan kiindul. Ezért nem összefüggő, de egyszerű, és nem tartalmaz költ, tehát csak és kizárólag a Q-ban van benne, azaz ide kerül. És a negyedik, ez egy összefüggő gráf, hiszen bármelyik csúcsból bármelyik csúcsba át tudok jutni. Nem egyszerű, hiszen az E és B közt két él van, ezt párhuzamos élnek hívjuk, éppen ezért ez nem lesz egyszerű gráf, viszont kört tartalmaz, hát a legegyszerűbb az EB, de nyilván az EBAF az is egy kör, vagy az EBAF ugye a másik él mentén az is egy kör, éppen ezért kört tartalmaz, összefüggő, de nem egyszerű. Tehát összefüggő, kört tartalmaz, de nem egyszerű, azaz ide kerül a négyes. Rajzoljon olyan 6 pontú fagráfot, 5. ábrába helyezze ennek a sorszámát a fenti táblázatban. Hát ugye nagyon sokféleképpen lehet rajzolni ilyen fagráfot, ugye az a lényeg, hogy legyen összefüggő és ne tartalmazzon kört. Hát ugye a legegyszerűbb az talán ez, összefüggő és nincs kör, de nyilván például lehet egy ilyet is rajzolni, ha valakinek ez jobban tetszik. Ez is egy fagráf, ugye összefüggő és nincsen benne kör. Ez azt jelenti, hogy ez a gráf egyszerű lesz, összefüggő, de nem fog kört tartalmazni, azaz P-ben és Q-ban benne van, de nincs benne az R-ben, tehát az ötöst ide fogjuk írni. Hát, ennyit szerettem volna most megmutatni. Köszönöm szépen.